14. alkalommal emelkedett magasba a fesztivál nyitányát jelző Vidor léggömb kompozíció a Nyíregyházi Kossuth téren, ahol a közönséget Slanger András, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója köszöntötte. A szervezők hosszú hónapok óta készülnek arra, hogy 9 napon át mindenki valóban vidám legyen. Folyamatosan reggeltől estig dolgozzunk, hogy legyőzzük ezeket a kis akadályokat, de azt gondolom nagyon jó volt, és nagyon jó, hogy Cseszták Miklós miniszterről is eljött, Szedlacsek Emilia is eljött. Azt gondolom, ez mind a két személy nagyon emeli a Vidor Fesztiválnak a fényét. A kormány képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter üdvözölte az érdeklődőket, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiként különösen büszke a fesztiválra. Nagyon sokan szeretik, ismerik és várják a Vidor Fesztivált. Én azt gondolom, hogy itt egy fontos dolog van, hogy sokat nevesünk ezen a 9 napon. Szerintem ez a legfontosabb. Most mondhatnám azt, hogy nagyon sokszor konfliktusok vagy viszályok egy nagy-nagy nevetéssel megoldhatók. Szerintem ez a legfontosabb most, hogy ebbe a zűrzavaros 21. században problémákkal együtt tudjunk nevetni. A résztvevőket köszöntötte Nyíregyháza polgármestere is, aki kiemelte, a fesztivál mára a megyeszékhely nyári programsorozatának szerves részévé vált. A marketingünk is jelen van Budapesten erőteljesen, de látjuk például a szobafoglalásokból. Ilyenkor Nyíregyházán minden szálláshely megtelt, és sokan úgy időzítik a nyíregyházi látogatásukat, hogy a Vidor Fesztiválra essen. A hétvégén többek között a Katona József Színház előadásait láthatta a nagy érdemű, de érkezik a Tália, a Centrál, a Madács Színház, a Nézőművészeti Kft., az Aradi Kamara Színház, valamint a Játékszín is. A fesztivál programjainak 90%-a ingyenes. A következő napokban nem csak a megyeszékhely, hanem 22 megyebeli település lakói is részesei lehetnek az év legvidámabb hetének.